Sziasztok, itt az RG konyhája, Günther vagyok, és egy stollen fogok elkészíteni. Ez egy nagy divat Hollandiába, karácsonyra egy jó édes gyümölcskenyér. Na, kezdünk is! Na, látszik, hogy sok minden elő van elkészítve. Nagyon sokat hangzik, de ha előre elkészítesz, akkor pikpakra megvan. Oké. Itt van 500 g BL55-ös finom liszt. Átszítáltam 100 g porcukor. Mehet rá egy kis só, meg egy kis fahéj. Ez nagyon szeretem így. Ez. Jó, összekeverem. Akkor van itt 140 ml langyos tej. Akkor mehet rá még egy csomag vaníliacukor. És 7 g egy csomag instant élesztő. Az instant élesztő az igazán nem kell aktiválni, de én mindig várom, hogy beaktivál, mert így tuti vagyok, hogy jó meg az élesztő. Akkor várok egy 5 perc. Na, megjelentett a buborékok, akkor a többit mehet bele. A fél narancsnak a héja. Azt lereszeltem. Az is nagyon szeretem, hogy benne van. 150 g vaj. Ez szoba hőmérségen. Oké. Kettő darab tojás. Mehet bele. Ez is nagyon szeretem. A rum aroma. Vanília aroma is lehet használni, de jobban szeretem a rum aroma. Egy kis üveg, 38 ml. Unbelievable! Na, ez az egész, beteszem a dagasztógépbe. És ezt megkeverjük egy jó 10 perc. Na, ennyi elég, egy jó 10 perc dolgozott a gép. Egy ilyen gumilapáttal itt a szélén. És ráteszem egy konyharuha, és hagyok egy negyed óra pihenni. Utána az aszalt gyümölcsök mehet benne. Na, hagytam egy negyed óra pihenni, hát sok minden nem történt még, de mehet rá. Az aszalt gyümölcsök 80 g mazsola, 80 g aszalt sárga barack, kocskába vágtam, és hát egy csomag az 75 g szeletelt mandula. Visszateszem a dagasztógépbe, és ez szépen lassan megkeverjük. Na, ennyi elég. Akkor kicsit belisztezem a pult. Kiveszem a tálból, és meg egy kicsit kézzel jobban fogom bekeverni. Még egy kis liszt.
és csinálok egy cipóforma Oké. Most nem teszem a tálba, tehát ezek a tál alá. Egy jó fél óra. Na, elmúlt a fél óra. Jó lágy tészta lett. És ez körülbelül kettőbe megosztom. Meg kettő darab fogom megcsinálni. És megcsinálom egy ilyen ovális forma. Most itt van 250 g marcipán. Ez is kettőbe megosztom, és csinálom ugyanilyen hosszú forma. Ez nagyon könnyű megy. Hát jó is. Ez egy kicsit vastag. Szuper! Meg az ujjamban. Ezt megnyomkodom egy kicsit. Ez így. Beleteszem. És félbe hagyom. Félbe hagyom. És így, ahol van a marcipán, erre visszamehet. És megnyomkodom. Az oldal elzárom. Az első megvan. Na, megformáztam. Második is visszamegy. A konyháruha. Ez egy 20-30 perc körülbelül hagyunk keleszteni, utána megy a sütőbe. Na, elmúlt a fél óra, szépen feljöttek, megy a sütőbe, 170 fokos alsó-felső lékeveréssel. Ami most csinálom, az elején ráteszek egy alufólia. Azért, mert gyorsan megég. Na. Pénázok ki. Összesen egy 35-40 perc fogom sütni, egy negyed óra múlva leveszem róla az alufólia. Úgy kíváncsi vagyok. Na, 15 perc van bent, és leveszem a fólia. Azt a minden ez az illat, ami... Hoppáré, oda néz! És még egy 20-25 perc. Kabum! Na, összesen 40 perc. Sőt, a gyümölcskenyér. 15 perc után levettem az alufólia. És most jó be fogom kenni. Vajjal.
És most nagyon gyorsan, addig nem szárad még meg a vaj, porcukorral. És nem spóroljunk a porcukorral. Ó, de nézz! Kabum! Ezt hagyjuk lehűlni, és megnézünk, hogy nézik ki belül. Na, lehűlt a gyümölcskenyér, felvágtam egy jó kávéval. Ez az én verzióm. Ezt próbáljátok ki, sok sikert! Sziasztok!